Sziasztok, Painful vagyok, és ez egy újabb DLC-s videó, pontosabban ez az utolsó. Hogyha játszottatok MV3-at, akkor tudjátok, hogy ez a pálya, ez egy Dome remake. Úgy néz ki, és olyanok jóformán a spannok, mint a Dome. Úgyhogy amúgy kipróbáltam a Ripper ellen az aranyot. Szerintem elég úgy néz ki, mintha ilyen... Hogy hívják ezt? Én csomagoló anyaggal össze lenne csomagolva. Na mindegy. Jó, az elnézzük az Infinity Ward-nak ezt az aranyat. Na szóval, ez az új Dome remake, ahogy látjátok, pontosan úgy néz ki. És igazából nem tudom ezen a, hogy mi a Field Order, de ez lesz a célunk, hogy ezt megszerezzük, ezt a Field Order-t, úgyhogy ugrás közben kell valakit lelőni, és le is lőttünk valakit. De berakunk egy trófit. Ó, szia. És gyorsan ledobjuk a care package-t. Felveszik a snipert, és fedezzük. Ez a cucc van benne. Seekers. Mi az a Seekers? Mindjárt kipróbáljuk, csak újra töltök. Hát, ha kell. Ó, tényleg! Ez mi a rák volt? Azt a ilyen extinction-es cuccokat behívnak. Ez jó, kövessük őket. Hogyha utól tudnám őket érni. Na mindegy. Behívod őket és felrobbanak. Jóformán ennyi az egész. És ennyi volt. Jó ez, csak nagyon irritáló, amikor ellened van. Megmondom őszintén, mert már játszottam ellene. De szerintem... Ismeritek ezt a pályát, hogyha játszottatok MV3-at, hogyha nem. Ez egy nagyon közelre fókuszáló, hogy mondják ezt. Szóval értitek, közelre jó fegyvereket használjátok rajta, mert nagyon ilyen close quarter combat pálya az egész. Mindenhol közel kell lenni, ezért jó rajta ilyen magnummal menni. Hát ha valaki tudná használni, akkor jó lenne. Na szóval, ennyi volt ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, és hát remélem meggyőztelek titeket, hogy ez a DLC, ez megérte, és még szerintem lesz egy-két DLC-s videó, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, én Painful voltam, és a viszonthallásra.